Az ember része a természetnek, és folyamatos kölcsönhatásban áll vele. Nem véletlen, hogy a környezeti hatások, változások a szervezetünkre is hatnak, és ha tetszik, ha nem, alkalmazkodásra kényszerítenek bennünket. Vendégünkkel, dr. Botos Péter kardiológus főorvossal arról beszélgetünk, hogy milyen panaszokat váltanak ki a fronthatások, és hogyan enyhíthetjük ezeket a tüneteket. Jó estét kívánok! Üdvözöljük ismét, doktor úr! Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást! A front ugye egy meteorológiai fogalom, de orvosi szempontból mikor beszélhetünk fronthatásról? Igazából, amikor ezek a meteorológiai jelenségek és az ezzel járó légnyomásváltozások, hőmérsékletváltozások, páratartalommal járó változások már közvetlen hatást gyakorolnak az emberek többségének a szervezetére. Ez nagyon változó lehet, és ugye az frontok irányi érzékenység az nagyon különböző az embereknél. De azért általában elmondhatjuk azt, hogy ugye a hirtelen melegfront vagy meleg idő utáni hidegfrontok, illetve ugye a viszonylag hirtelen jövő felmelegedés elsősorban inkább a légnyomásváltozások, mint a hőmérséklet szempontjából izgalmasak. A nemzetközi vizsgálatok azt mutatták, hogy szorosabb az összefüggés a légnyomásváltozások, mint magával a hőmérséklet napi szintű változásával. Ez nagyon érdekes, tehát, mert sokáig azt hittük, hogy ez a dolog elsősorban a pszichénkre hat, ugye, hogy bemondta a rádió reggel, hogy na jön a front, akkor egyből elkezdett fájni a fejünk, vagy egyből úgy éreztük magunkat, de akkor ez a fizikai valóban is megjelenik, ugye, mint tünet. Így van, tehát azért ennek vannak olyan orvosbiológiai alapjai, ami alapján az orvos meteorológia egyértelműen nyilván tartja a frontokat, mint olyan tényező, amivel érdemes foglalkozni, sőt, a preventív medicina és ráharapott erre a kérdésre, hogy így mondjam, hiszen a kutatásokból az derült ki, hogy azért ez sok esetben jó előre jelezhető, tehát egy erősebb, teljesebb fronthatás, tehát egy hosszabban beállt, mondjuk nyári napos idő után egy nagyon markás hidegfront, amiből mostanában azért átélünk, és ezek ugye már a műholdas meteorológiai előjelzések azért elég jól lekövethetők, hogy mikor érnek el egy bizonyos földrajzi területet. Ez magával hozhatja például a megbetegedések számának a növekedését, a tünetekkel jelentkezők számának a növekedését, amihez lehet adaptálni az egészségügyi ellátórendszer különböző elemeit, tehát például a mentőszolgálat, az orvosi ügyeletek, de akár mondjuk a kórházi sürgősségi osztályok, vagy a sebészeti ügyeletek, így van, intenzív osztályoknak a forgalmát, ugyanis egyértelmű az asszociáció a szélsőséges vagy jelentős változáshoz tudó időjárási jelenségek és a megbetegedések között. Hát akkor Afrikában bajban lennénk, ugye ott a, nem tudom, mínusz 10-től a plusz 50-ig egy napon belül bármi előfordulhat, akkor oda ne költözzünk. Bár a genetikát se hagyjuk ki. Igen, meg hát ez is változó, azért Afrikában is van, ahol csak egy évszak van. Igen. Keresjük azokat a helyeket, ahol kiküszöbölhetők ezek a fronthatások, és költözzünk oda. Megkülönböztetünk ugye melegfrontot, hidegfrontot, kettős fronthatást. Meghatározható, hogy melyik hogyan hat a szervezetünkre? Alapvetően a tünetek szempontjából vannak jelentős különbségek. A melegfronti hatások általában a görcskészséget fokozzák, tehát például a hasi görcsök, vesekövességgel, vesemedence problémákkal rendelkezőknél gyakoribb. A hidegfrontok, bár nem annyira egyértelmű az összefüggés, hogy a hidegben összehúzódnak az erek és ugye a szívérrendszeri betegségek gyakoribbak, de valóban így van, hogy a hidegfront által hozott változások a szívérrendszeri betegségek szempontjából izgalmasabbak, tehát ugye a szív, a koszorúér, de az agyi keringési betegségek, cerebrovaszkuláris betegségek is inkább hidegfronthoz asszociálódnak, többen fejfájósak a hidegfrontok esetén, és ugye a légúti betegségek, a aszmatikus betegségek, hörgőszűkülettel járó betegségek is általában gyakrabban asszociálódnak a hidegfronttal. De egyéni érzékenység mindig van, tehát ezt nem lehet egyértelműen megmondani, hogy kinél milyen formában és melyik frontokra, vagy a kettős fronthatásoknál, ugye ez azért nem egyszerű kérdés, hogy kategórikusan leválogassuk a tüneteket és a fronthatást. Egyébként ezek a fronthatások, ezek időszakosak, tehát amíg mondjuk tart ez a bizonyos front, vagy ahogy a meteorológia
kardiológia mondják, hogy front átvonulás, ugye hogy szakszóval is egy kicsit próbálják itt vagánykodni, de hogy ezek gyakorlatilag a front megszüntével megszűnnek ezek a panaszok, vagy tartós betegséget is okozhatnak akár? Általában nem tartósak. Tehát azért a front átvonulás az a tünetekre és az ezzel járó panaszokra is esetek többségében vonatkozik. Ami érdekes, hogy a melegfrontot inkább a front megelőzés, vagy megérkezés előtt észlelik a betegek, vagy a panaszosak és a tünetesek, a frontérzékenyek. A hidegfrontnál gyakori, hogy megjön a front, és inkább a front végén, a front elmúltával jelentkeznek, vagy jelentkezhetnek tünetek. Melyik a legveszélyeztetettebb korosztály? Gondolom az idősek? Az idősek. Egyértelműen az idősek. Tehát egy kicsit belenézve a nemzetközi adatokba, japánok végeztek egy óriási nagy vizsgálatot, tehát több száz kórház több éven keresztül követte a ottani helybeli meteorológiai szolgálattal összefüggve nagyon precízen a japánok. Japánoknak megfelelően ugye pontos adatokkal, és egyértelműen kiderült, hogy a 65 év fölötti korosztály, ahogy az életkor halad fölfel, hogy egyre inkább. Hát természetesen ebben az is benne van, hogy a magasabb életkori korosztályokban több a társbetegség, több a járulékos probléma, de például ugye Japánban azért elég magas az életkor, viszont ott is kijött, hogy az egészségesnek gondolt 90 éves korosztály is azért komoly veszélyeket. Egészségesnek gondolt 90 éves korosztály, tehát igen, miről beszélünk, ugye? El kell érni. Doktor úr beszélt róla, hogy különböző betegségeknél hogy alakulnak ezek a frontok. A legveszélyeztetett csoportot mondjuk a fronthatás szempontjából bele lehet határolni, mondjuk a szívbetegek, vagy a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők szenvednek ilyenkor a legjobban, vagy ez sem lehet így kijelenteni? Igazából a tünetek megélése és a valódi súlyos vagy problémát okozó orvosi ellátást igénylő, vagy maradandó szervkárosodással járó betegség azért az két különböző fogalom. Tehát lehet nagyon szenvedni egy fronttól, vagy egy fronthatástól, akár kettős fronthatástól, és fejfájást, levertség. Valóban benne vannak a neuropszichiátriai jellegű tünetek, tehát ugye az autóvezetés, tehát így van. Akár még ugye a közlekedésben is lehet a preventív medicinának ugye ennek megfelelően területe, amit a jövőben majd ki lehet használni. De inkább az az érdekes, hogy valóban azok a betegségek, amik maradandó egészségkárosodással járhatnak, azok a frontokkal való összefüggése az milyen, és hogy ugye itt esetleg nagyobb tömegben, vagy nagyobb számban beérkező betegek, ugye hogy terhelik az egészségügyi ellátórendszert? Ez egy érdekes kérdés, és itt valóban nem azért, hogy a kardiológusnak maga felé hajoljon a keze, de nem csak a kardiológia, inkább úgy mondom, hogy a szív-érrendszeri, cerebrovaszkuláris események fontosak, de például a magyar kutatás volt erről a Semmelweis Egyetemről, hogy a főverőér repedése is összefüggést és asszociációt mutathat ugye a fronthatásokkal. A Semmelweis Egyetemen volt egy erre vonatkozó vizsgálat, ugye ez inkább a hasi szakaszt érintette és érsebészeti kérdés, de ezek például súlyos életveszélyes betegségek, amik ugye a frontokkal együtt valószínűleg a frontok által közvetített hatások, a vegetatív idegrendszer, az érösszehúzódás és az értónus szabályozásában lévő faktorokkal magyarázható. Sok mindent még nem tudunk, ugye, azért nagyon finom apró részleteket, de azért ezeket a vérnyomás, pulzus szám, az erek tágasságának, az erek rezisztenciájának az állapotára komolyan kihatnak a frontok a vegetatív idegrendszeri hatásokon keresztül. Hogyan enyhíthetők még akkor, arról mondjunk egy pár mondatot, vagy kordában hogyan lehet tartani ezeket a tüneteket? Hát igazából a frontérzékenyek tudják, hogy ez azért nagyon nehéz, mert az antifront cseppek, a különböző népi praktikák, van akinél bejönnek, van akinél nem. Aki igazából frontérzékeny, az tényleg nehezen találja meg az, hogy mire szűnik meg, vagy mire nem. Úgy gondolom, hogy inkább az lehet egy fontos kérdés, hogy ugye a frontokkal érkező légnyomás, egyéb légkör és meteorológiai változások ne okozzanak súlyos megbetegedéseket nálunk, és itt a prevenció, illetve a preventív medicinának ott lehet fontos szerepe, hogy mindenkinek a saját jól felfogott érdeke, hogy ne alakuljanak ki azok a betegségek, elsősorban amik veszélyessé válhatnak ugye fronthatások idején. Tehát lehetőség szerint magas vérnyomás, agyi keringési zavarok, ugye tüdőbetegségek, légúti betegségek, túlsúly, cukorbetegség, azok a rizikó tényezők, amik ilyen esetekben ugye terhelő
a beteg számára is a kockázatot egy súlyos egészségkárosodás szempontjából növeli. Tehát ha ezekre időt, energiát és figyelmet fordítunk, hogy megelőzzük és elkerüljük, akkor jó eséllyel a frontokat enyhébb tünetekkel, ugye fejfájással, idegességgel, feszültséggel, esetleg egy kis hasi fájdalommal vagy gyomorgörcseréjük át, amik azért nem életveszélyesek. A probléma ott van ugye, hogy a nagy szívérendszeri kórképek is benne vannak a frontokhoz kapcsolódó megbetegedésekben. Ezeknek a megelőzése az viszont nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ez lehet az egyik üzenet a frontérzékenység kapcsán a lakosság, illetve a még nem betegek felé és a nézők felé, hogy az egészséges életmóddal, ugye a megelőzéssel megelőzhetjük azt is, hogy egy ilyen esetben derüljön ki például az, hogy valaki nem is tudott a magas vérnyomásáról, vagy a koszorú érbetegségéről, vagy az egyéb szívérendszeri betegségéről, és ugye egy fronthatás kapcsán, vagy egy markáns időjárás változás kapcsán jelentkeznek a tünetei. Hát igen, a kör ilyenkor mindig bezárul, mert azért csak visszajutunk oda, hogy az egészséges táplálkozás a mozgás elengedhetetlen részének kell, hogy legyen az életünknek, ahhoz, hogy esetleg meg tudjunk előzni komolyabb betegségeket. És akkor már egy csomó rizikófaktort ki is tudunk zárni. Így van. De mégis meg is tudjuk fordítani, tehát akinek van tudott olyan betegség, ami frontérzékenységgel kapcsolatos, például egy érdekes összefüggés, nem kardiológia, de a sürgősségi osztályos munkán kapcsán gyakran találkoztam vele, hogy melegfrontoknál például a jól beállított epilepsziás betegek között is sokkal több az olyan roham, ami nem indokolt, mert maga a kezelés a stabil, a betegek jól voltak, egy markáns front viszont azért elég gyakran szokott behozni. Ugye a front hatásokhoz hasonlóan nem csak ugye gyomorgörcsösöket, vesegörcsösöket, hanem például epilepsziával gondozott betegeket is. Hasonlóképpen vannak a melegfrontokhoz, illetve a hirtelen jövő felmelegedésekhez a gyomorfekély, emésztőrendszeri problémák, gyomorvérzések gyakran elég jelentős és komoly társulást mutatnak, és akinek ilyen betegsége van, és tudja, hogy ezekre vigyázni kell, és figyeli az időjárás előjelzéseket, az esetleg már ugye a fokozott odafigyeléssel. Egyébként a megfelelő folyadékfogyasztást azt minden szakirodalom ajánlja. Ugye nagyon egyszerű és banális példákat mondtak például a japán kollégák, illetve a japán tudósok, hogyha hőség jön, akkor inkább tartózkodjunk hűvösen. Ugye ha hidegfront jön, akkor gondolkodjunk a megfelelő ruházatról és hűtésről. De fontos az, hogy igen, kerüljük ugye lehetőség szerint ilyenkor a provokáló tényezőket. Tehát a folyadékfogyasztás legyen optimális, kerüljük a megterhelő étkezéseket, alkoholfogyasztás, dohányzás. Valahol visszacseng ez az egészséges életmód felé, tehát hogyha ennek megfelelően próbáljuk ugye a fronthatásokat kiküszöbölni, megelőzni, akkor tulajdonképpen ezen a mesdjén kell mozogni. Hát, köszönjük szépen, doktor úr, azért kedves nézőknek mondom, hogy azért nem feltétlenül olyan borús a kép, hogy most jön a front, és akkor mindenki megy kórházba, de azért arról beszélgettünk, hogy meg tudjuk előzni a betegségek tartós kialakulását, akár hogyha egészségesen élünk, és egy kicsit odafigyelünk. Így van, tehát ez a jéghegy csúcsa volt nagyjából, amiről beszélgettünk, mert hát úgy gondolom, hogy ez fontos, és tényleg a megelőzés szempontjából ezeknek a betegségek a megelőzése a lényeges. Ugye a piramis alján az enyhe frontérzékenységen keresztül azért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik kisebb-nagyobb megrázkódtatásokkal, de azért gond nélkül átvészelik a frontokat. Így van. Doktor, nagyon szépen köszönjük ismét, hogy itt volt nálunk, és egy nagyon fontos témáról beszélgethettünk. Köszönjük szépen.